Zászlóink föl, újongva csapnak, kiborulnak a széles útra. Sejem színei kidagadnak, ismét miénk a Pesti utca. Beregszász magyarsága, a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezésében a vasútállomás mellett a vérbefojtott forradalmat és szabadságharcot jelképező kettítört kopjafánál gyűlt össze, hogy méltassa az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseit. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora hangsúlyozta, 56-ban a kárpátaljai magyarok tevékenységükkel fejezték ki, hogy egyetértenek a forradalom eszméivel. Ha komolyan gondoljuk azt, hogy a magyar nemzet egységes, függetlenül attól, hogy hány államban élünk, akkor egész egyszerűen kötelességünk részt venni egy ilyen nemzeti jelentőségi esemény megemlékezésén. Másrészt azért sem érdektelen számunkra 1956 emléke, hiszen már akkor, 1956-ban jó néhány kárpátaljai magyar gondolta úgy, hogy lélekben együtt érez a forradalmárokkal, sőt, tevékenyen is kifejezték azt, hogy összetartozunk, és hogy egyetértenek azokkal az elképzelésekkel, azokkal a vágyakkal, amelyek Budapest utcáiról indultak, de mint a tóba bedobott kő után a hullámok elértek Kárpátaljára is. Az 56-os hősök bátorsága példakép a kárpátaljai magyar közösség számára, fogalmazott Pallagi Marianna, a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet igazgatója. 56 hőseiről mindig minden évben, mint példaképekről szólunk, ugye akiknek tetejéből erőt meríthetünk a mindennapok nehézségeinek a leküzdéséhez. Ezek a nehézségek 2022. február 24-ét követően sajnos ugye sokkal erőteljesebbek, sokkal embertróbálóbbak, mint ahogy a korábban is gondolhattuk, hogy gondoltuk volna. Ugye kitört a háború, és nekünk is bátorságra van szükségünk, és talán saját magunkat is megleptük azzal, hogy mekkora bátorsággal rendelkezünk. Ugye az itthon maradt asszonyok, a fronton harcolók, katonák, mind bizonyítjuk azt, hogy a helyünkön tudtunk maradni, hogy próbálunk tenni a közösségünk érdekében. Ugye a korábbi években mindig felhívtuk arra is a figyelmet, hogy azért is fontos az, hogy megemlékezzünk, hogy ne engedjük újra ismételni a történelmi szörnyűségeket. Sajnos ez nem sikerül, de ugye nem rajtunk múlt. Úgyhogy mi tehetünk a jelen helyzetben az, hogy tényleg, hogy a közösség érdekében próbálunk mindent tőlünk telhetőt megtenni. A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait. Munkácson a II. Rákóczi Ferenc Középiskola és a Szent István Líceum diákjai tematikus előadásával emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc bátor hőseiről. A rendezvénynek a Munkácsi Mihály magyar ház adott otthont. Popovics Béla helytörténész felszólalásában kiemelte, az 1956-os események egyik üzenete, hogy a megmaradásért, a szabadságért küzdeni kell. Madács jutott eszembe, maga küzdés. Hogy az élet célja küzdés maga, hogy megfogalmazunk magunkban azokat a dolgokat, amelyek fontosak, és amelyek nélkül nem tudunk élni, és lássuk a jelen pillanatnak az örömét és a nehézségét, és ezt a jelen felfedezzük magunknak, akkor merjünk ezért tenni. Őszintén, tiszta szívvel, lelkesedve, viszonzást nem várva, szed tenni a dolgunkat, mert ez a lényeg. Itt eszembe jutott menet közben, amikor beszéltem Goethének egy idézete, hogy valahol a szabadság és az élet csak azoknak jár, akik naponta tudnak érte küzdeni, tudnak érte tenni. És tulajdonképpen az életünk erről szól, ha megnézem a magyarságnak az 1000 évét, mindig kellett tennünk valamit azért, hogy most magyarul beszéljünk. És ha jelent megnézem, ugyanúgy küzdenünk kell, verekednünk kell az iskoláinkért, tiszta szívvel, lelkesedve, kitartóan, egymás kezét megfogva, erősítve a közösségeinket is, és valahogy az Isten tenyerébe helyezve az egészet. Belőle merítkezve, egymásba erőt öntve, biztos vagyok benne, hogy a céljainkat el tudjuk érni. Vélemény és szólásszabadságot. Szabad rádiót!
Távolítsák el a Sztálin szobrot, helyére az 1848-49-es emlékmű kerüljön. Március 15 legyen nemzeti ünnep. Nagyon fontos, hogy a kárpátaljai fiatalok megértsék és értékeljék az 1956-os események üzenetét, hangsúlyozta Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója. Én azt gondolom, hogy nagyon sok üzenete van, de tényleg itt a legfontosabb az, hogy a fiatalok megértsék, hogy a párhuzamokat, hogy mi volt 56-ban, és ahogy nagyon okosan elmondta Popovics Béla, hogy valóban meg volt ígérve az amerikai, a nyugati segítség, de nem jött. Valóban hasonló párhuzamok vannak itt is, hiszen tudjuk, hogy több százren ugye elhagyták az országot, itt most Ukrajnában több millióan elhagyták az országot, és igazából nem látjuk a végét, tehát párhuzamot lehet vonni, de talán a legfontosabb az, hogy akik itt maradtunk, kitartsunk, és a fiataljaink is értékeljék ezt az 56-ot. Én azt gondolom, hogy ők sokkal jobban tudják értékelni, akár mint az anyaországban is, hiszen most olyan nehéz helyzetben van itt mindenki. Ma egy csendes megemlékezést tartunk az ünnep alkalmából. Kárpátalja megyeszékhelyén Ungváron is megemlékeztek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 67. évfordulójáról. Az országban dúló háborúra való tekintettel idén is csupán néma főhajtással és csendes koszorúzással emlékeztek meg szabadság szerető népünk hősiességéről, azokról a fiatalokról, akik fellázadtak a kommunizmus diktatúrája ellen, és akik az első szöget verték az elnyomult rendszer koporsójába. Nem az a bátor, aki nem fél, hanem aki legyőzi a félelmét. Most pedig olyan világot élünk, hogy szerintem mindenütt félni kell. Ukrajnában különösképpen, ahol véres háború dúl, meg érezzük a magyar ellenség tüneteit is gyakran, meg megnyilvánulásait, de ugyanúgy félnek az európai emberek és az európai népek, és Közel-Keleten is, és sok helyütt. Úgyhogy nincs más megoldás, mert a félelem ott van a szívekben, ott van a lelkekben, hogy ezzel meg kell birkózni, és le kell küzdeni, mert félelemben élni az borzalmasan rossz, az rettenetes. És hogyha le tudjuk küzdeni, akkor már bátrak vagyunk és győztünk, már egy harcot megvívtunk önmagunkkal, a félelmünkkel, és akkor van esély megvívni a többi harcot is, mert és a többi küzdelmet, mert arra mindig szükség van. Az ungvári 56-os emlékműnél az ungvári magyar főkonzulátus, a Beregszeszi külképviselet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a Beregszeszi Főiskola hallgatói mellett a Kárpátaljai Megyei Tanács vezetősége is tiszteletét tette. Spirál evolúcii, vona завжди... Tudják, az evolúciós spirál mindig visszatér a kiinduló ponthoz, de más síkon. Láttuk, ahogy a Szovjetunió 1956-os villám háborúja során a szovjet seregek bevonultak Budapestre. 1968-ban ismét egy villámháború során a szovjet seregek bevonultak Csehország fővárosába, Prágába. 2022. február 24-én az Oroszországi Föderáció egy újabb villámháborút kísérelt meg, amely sikertelen lett. Részünkről ez a tisztelet jele az 56-os tragédia áldozatainak emléke előtt, és Magyarország előtt, amely mindenben támogatja az ukrán népet. Mai csendes koszorúzásra nagyon sokan eljöttek. Nem csak diákok, nem csak a társadalmi szervezetek vezetői, tagjai, hanem itt voltak a megye vezetői is. Hiszen 1956-ban nagyon sokan Kárpátalján kifejezték szolidaritásukat, együttérzésüket a Budapesten zajló eseményekkel, az ottani fiataloknak a szenvedésével, küzdelmével. Azért tartották fontosnak a vezetők eljönni, hiszen tudják több mint másfél év óta, hogy Magyarország mennyit tesz, mennyi humanitárius segítséget nyújt Kárpátaljának. A kárpátaljai egyszerű emberek mekkora segítséget nyújtanak a belső Ukrajnából menekülteknek itt ebben a régióban, illetve nap mint nap küldenek segélyadományokat a frontvonalban élőknek. A megemlékezés a néhány utcányira található börtönfalánál ért véget, ahova a forradalom leverése után a magyarországi forradalmárokat és azokat a kárpátaljaiakat zárták be, akik szolidaritást vállaltak a Budapesten a kommunista diktatúra ellen harcolók felkelőkkel. Megemlékezés sorozaton veszünk részt 1956-os forradalom emlékére, és fontos szerintem megemlékezni ilyenkor, főleg a háborús helyzetben a nemzeti ünnepeinkről, mert ilyen szétziláló környezetben talán ez az egyetlen, ami minket össze tud tartani.
A résztvevők a megemlékezés végén a börtönfalán található márványtáblánál is elhelyezték az emlékezés koszorúit.